Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ebben a kis videóban szeretnék bemutatni nektek, hogy hogy készítem el a saját boldimat, hogy tartsatok velem, és nézzétek meg, hogy milyen egyszerűen elő lehet állítani otthon saját magatoknak a saját boldit. Szénhidrátos boldit fogunk készíteni, az azt jelenti, hogy madárereség van benne, kukorica, búza és recce, köves található még benne, úgyhogy lesz egy fűszeres változata és lesz egy édes változata. Úgyhogy most a fűszeres változatát fogjuk csinálni első körbe, úgyhogy felütöm a tojásokat, mint már említettem, 30 darabot. A héját azt külön rakom, mivel hogy a héját is föl fogjuk használni. És akkor a tojásba belerakom a folyékony összetevőket, belerakom először is az aromát. Jó, ez az illatanyag. A tojásba belegurítottam az aromát, jön hozzá egy titkos hozzávaló. Most akkor adok még hozzá borst, őrölt borst. Adok még hozzá chili paprikát. Adok hozzá még őrölt édes paprikát. Oké, és megy hozzá még egy kiló só. Egy kiló asztali só. Hozzá egy kis köves. Egy ilyen fémaroknyit. És adok hozzá repcét. Az is egy ilyen fél maroknyi. Hát egy maroknyi. Jó, és adok még hozzá egy kis narancsos pelletet. Ezt összekeverem. Hozzáadom a fele összetört tojáshéjat. És akkor most jön a boldinak az alapja, ugye a darált magvak, de annyit teszek, amennyit ez a 30 darab tojás fölvesz. Na, látszódik, hogy a masszánk összeállt. Most egy kicsit pihentetni hagyjuk. Na most a nagy masszákból csináltam ilyen kisebb masszákat. Ezeket így elosztogattam. És jó összegyúrtam pihentetés után, hogy bele tudjam tölteni ebbe a kinyomó pisztolyba. Úgyhogy látható, hogy milyen jó kis hurkák lettek. Szép állaga van. Benne van minden jó, úgyhogy most ezt szépen ebbe a kinyomó pisztolyba beletöltöm. Jó, a végét azt pedig kétszer jó összenyomom. Jó, szoros legyen, ne legyen légrés. Készülnek a hurkák, jönnek folyamatosan. Na most akkor megvagyunk a gyönyörű hurkáinkkal, amik így néznek ki, és most szépen lerollizzuk őket.
készült az első adag bojlink, az így néz ki, gyönyörűen ki van rollizva, és nincs más hátra, mint hogy ki kell majd főzni. Ebből a bojlingból körülbelül lesz még 4 ilyen ládára való, úgyhogy a következő mozzanat szépen gyönyörűen kifőzzük őket. Bekevertük a bojlinkat, ki is görgettük őket, és nincs más hátra, mint hogy kifőzzük. Úgyhogy alá is gyújtok a víznek, fölforralom, és elkezdem kifőzni a bojlinkat. Na hát, fölforrt a víz, csináltam már egy próba főzést, úgyhogy most rakom be a következő adagot. Egy 3 maroknyit kapok bele, és kész is az első adag. Jön a következő. És kész az utcsó adag is. Megvan az első láda bojlink. Fűszeres bojli. Gyönyörű, gőzölgő. Ennek száradni kell, és bevetésre kész. Ezt még megismétlem vagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6-szor, és kész vagyok. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy végignézted ezt a kis házilag készített bojli gyártást. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ismét a tópartról. Lejöttünk egyet bojlizni. Isten igazából ez egy ilyen teszthorgászat, mert előtte elkészítettem egy bojlit otthon. Az egy saját bojlival készültem. Úgyhogy a mai napra kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni a halaknak. Úgyhogy egy rapid pecára érkeztünk. Reggel 7-re értünk ide a tóhoz. És délután 4-5 fele tervezzük az elmenetelt, úgyhogy remélem sikerül egy pár szép halat fogni és bemutatni a kamerának. Úgyhogy szurkoljatok! Na hát a rövid pályán megjött az első halunk. Hát, be szeretném mutatni a nap első halát, innen a rövid pályáról. Két szem főzött bojli. Úgyhogy ez a szép tükrös megkívánta, fölvette, és sikerült szágba terelni.
Na hát itt a második halunk. Ejtős kapásra jött. Megvan! Na, akkor be szeretném mutatni a nap második halát. Ez is egy tüklös, ejtős kapással jelentkezett. Sikeresen meg tudtuk szákolni, úgyhogy ismét boldog vagyok. Szép nagy faluk úszói vannak. Jó nagy küzdelem volt ezekkel a vékony 3 librás botokkal élmény a fárasztás. De hát bírják és sikeresen meg tudtuk szákolni, mint már mondtam. Nagyon elégedett vagyok. A bojlik működnek. Remélem még délutára sikerül fogni. Most pedig engedjük vissza ezt a halat is. Hát a hal az már volt horgon, úgyhogy ezért befújjuk a száját, ha engedi. Megérdemlik a törődést. Csak akkor menjen vissza. Na babám. És ez is elúszott. Na hát ennyi volt a mai napra a horgászat. 4:30 van, el kell hagyjuk a tavat, úgyhogy ezt a szép két tükörpontot sikerült horogra csalni. Isten igazából elégedett vagyok. Érdemes volt megcsinálni a bojlit, érdemes volt vele horgászni. Lassan pakolászunk össze, és megyünk haza. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, mindenkinek gördüljön, sziasztok!